kisebb fajta rumli van még itt az E-klubban, mert készül a koncert, most raknak föl mindent. És itt van velem a Sex Section, illetve a háromnegyed Sex Section, és Bono a YouTube-ból. Hello Bono! I'm Hungary, yeah! Te üdvözlöd Magyarországot? Magyarország üdvözli Bonót. Vedd le azt napszemeket egy pillanatra? Jé, ez a Matyi. A Matyi vagyok. Na! Miért szopasz, tényleg? Lementem a próbahelyre, a srácok tényleg... Szevasz, Matyi! Csáó! Lementem a próbahelyre, nem ismertek meg, kérdezték, hogy hova megyek. Koncertetek lesz az E-klubban, ez lesz az E-be az első ilyen nagyobb bulitok, nem? Valamiért ezt a helyet, mintha kerültétek volna? Már tudom, hogy itt szórakoztok nagyon gyakran, de fellépés még nem volt. Került minket, úgy látszik. Nem a... A nagyon okos énekes. Jó ez a hely. Beszél különben a gitáros. De ez ilyen, hogy alámondásos, őt mutatják én besz. Tehát, hogy egy kicsit menj rá. Szóval ez az E-klub nagyon jó hely. Szóval ma este az E-be lesz a buli, persze mire ezt az adást látják a nézők, addigra már réges-rég jó volt a koncert, úgyhogy mondjuk el nekik, hogy milyen volt a koncert. Ugyanezt kellett megcsinálni a szintébe, és nem kéne. Mi? Akkor ezt most nem csináljuk. Jó lesz izé. Na azt mondta, hogy szilveszterkor jön le az adás. Na most szilveszter egy nagy... És mi Csákóval és Dudával eljátszottunk. Éjfél van, gyerekek! Június 14-én. Igen. Szóval nem szopad. Na ebből kifolyólag előre nem mondunk semmit. Komolyabb koncertek mostanában hogy alakulnak? Jók az élő bulik? Közönség milyen mostanában? Ez az mindig élő bulik idén, úgyhogy elárulom nektek. Persze, mert két hét se telt még el az évben. Igen, ebből kifolyólag nem tudom, de biztos nagyon jó lesz. Mert ugye mindig minden lemezzel egy kicsit váltotok a dolgon, és a közönség ez mindig megy veletek? Újdonságot hozunk. Hát ez kell, mindig felújítani, ugye? Kis... Jaj, ezt szeretném mondani, most nem mutatom meg a nézőknek, csak ennyit mondatok. Szendrei Zsolt haja, nem mutatom tovább. Eddig sem volt neki sokkal több. De most aztán egyáltalán nincs. Füle. A Szendrei Zsolt foga. Na így úgy, hogy a kuka ne. Hány lyukasz foga van, mutasd meg, és utána meg kell kérdezni. Tehát fiatalok, eljött az idő, egy kis tévé szereplése, ezt felveszi a tévé, az ATV, a gyerek mindenki induljon be! Nem árultátok el nekem, hogy a közönség mindig megy veletek, hogy mindig viszitek egy kicsit más irányba a zenéteket, a közönség követiteket abszolút mértékben? Aki lemorzsolódik, ahelyett jön másik. Lemorzsolódik, ezzel nagyon jó. Tehát figyelj, mindig újat kell hozni, aki nem tudja követni, az hülye. Mindenkinek van egy saját szemével, hogy ki szeretünk amerikai focizni. És ezt műveljük is. Ne takard el az övben. Ezt műveljük is. Ezért aztán mindenkinek van egy saját csapata, azt szokta általában mindenki látni rajtunk. Mert a szponzorunk, és ebben a mai időben, amikor aztán se szponzor, se ember, senki nem fizet semmiért, az American Sports Line támogat minket, és tőlük kapjuk ezeket a dolgokat, meg mást is. Ami ugye ahhoz fog vezetni, hogy a zenekar nem fog darabra hullani, mert nem bír koncertet csinálni, sajnos, ami ma már mindig szokványos. De a haja nagyon okos. Nagyon jó. Saját csapatomat nem kell reklámozni, mert nekem a New York Jets a csapatom, ami a
Rakéták, és a rakétákat, tudod, rakétákat, én magam reklámolom. Minden hétvégén, vasárnap szoktunk játszani délbe, ilyen egy óra körül a Petőfi csarnok mögötti szabadtére játszik az egész zenekar, saját csapatokba beöltözve, jók, jönnek lányok pomponokkal, ezer szurkoló. Szím simán, hogy a szuper volt a San Francisco 49ers. Ezek hiába mondanak, sajnos az Atlanta már kiesett, a New York Jazz-től búcsút mondtunk, és mire ez a műsor lemeg a réges, és már elvédom. Ez buzi. Yeah.